A televízió gyakornoka Gémes Nép Ilka Beatrix-el készített interjút. Ezt tekinthetik meg a következőkben. Egy Balázsi tanyán vagyunk, ahol a házigazdák kecsketartással foglalkoznak. Vendéglátunk, Gémes Nép Ilka Beatrix, köszöntelek. Először is honnan és hogyan jött az életedbe a kecskék szeretete? Hát sziasztok! Hát a kecskék szeretete igazából gyerekkoromból adódik, volt kecskénk, ami teljesen ilyen kutyaként működött. Kutyaként kezeltük, bejött a házba, meg követett minket, meg bujoskáztunk gyerekkoromban. A mostani kecske szeretet pedig onnan jött, hogy agrár összeíráson voltunk a párommal, és voltunk egy tanyán, ahol elég sok kecske volt, és gondolkoztunk mi is rajta, hogy itt a legelő, valamit kezdeni kéne vele, és ott beszélgettünk a házigazdákkal, és teljesen megtetszett az ötlet, és gondolkoztunk rajta, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk. És először ugye volt 4 kecskénk, aztán meg szaporodtak. Mi a fontosabb számotokra? Az állatok szeretete, vagy a gazdasági haszna? Ez egy érdekes kérdés, mert nyilván a gazdasági szerepe is fontos, és a szeretete is fontos. Az állatok szeretete, a gazdasági szerepe az abban nyilvánul meg, hogy tejet, sajtot, túrót nyilván nem veszünk, mert megcsináljuk saját magunknak, hál' Istennek. És ez nagyon jó dolog, mert tudjuk, hogy így mit eszünk mi is, és a gyerekeink is. A szeretete, hát az meg egyértelmű, szóval aki azt mondja, hogy a kecskét nem lehet szeretni, az szerintem buta ember, mert igenis lehet szeretni, és nagyon szeretett éhesek is a kecskék, igénylik is a szeretetet, és nagyon sok szeretetet is adnak nekünk. Áron, te mit szeretsz a kecskékben? Én azt szeretem a kecskékben, hogy cukik, és a kecske sajtot szeretem, mint például csinálni szeretem a paranyicát, és szeretem enni is a kecske sajtot, mert nem ilyen bolti, meg ilyesmi, amit nem tudjuk, hogy milyen tejből van, meg hogy milyen tartósítószerek vannak benne. Mennyi munkával jár ez az élet? Hogy néz ki egy átlagos napotok? Reggel nyilván fölkelünk, igazából én intézem a dolgaim, a gyerekeket rendezem, a férjem ilyenkor reggel abrakol, sőt, hát az abrakolás az egyértelműen az ő feladata teljes mértékben. Én a fejés részét és a sajtkészítést csinálom, illetve csináljuk, mert a sajtkészítést is ketten végezzük, hála jó Istennek, mert ez így nagyon jól összekovácsolt minket, én úgy érzem. Napi szinten hát körülbelül egy óra hossza, amit így takarmányozással, fejéssel töltünk. Nyilván mikor sajtot készítünk, vagy túrót, vagy egyéb ilyen finomságokat, az több idő. És sajtokat? Milyen sajtokat készítetek? Hát készítünk gomolyát, ami ugye friss sajt, trapista jellegű sajtot, parenyicát, sajtgolyókat, panírozott sajtgolyót és parenyica tekercset is. És ezen belül fűszerezzük és füstöljük őket. És neked melyik a kedvenc sajtod?
Nekem is a parenyica a kedvencem. Igaz, hogy az a legmunkaigényesebb, de szerintem az a legfinomabb, legízletesebb sajt. Említetted a fejést. Laikusként ez nagyon nehéz, vagy viszonylag egyszerűen megtanulható? Igazából szerintem megtanulható nyilván, bár kecskénként változik ez a dolog, mert nyilván minden kecskének más formájú a tőgye, máshogy adja a tejet, máshonnan szereti, ha fejük, de egyébként megtanulható. Ha akarja az ember, akkor megtanulhatók elég könnyen. Fejéskor mire kell odafigyelni? A fejést mi úgy csináljuk, hogy abrakoljuk közben a kecskéket, ezáltal megtanulják a sorrendet, gyönyörű szépen jönnek ki egymás után. Mi napi egyszer fejünk este, nagyon jól megszokták már, hogy ilyen 6 óra körül, és akkor már hangolnak is, hogy ők igényelnék most már a fejést, főleg az abrakot. És ez a napi egyszeri fejés, ez fontos is, mert különben begyullad a tőgyük, és akkor nagyon hát megbetegedhet a kecske nyilván. A kecskete igen hasznos az emberi szervezet számára. Miben nyilvánul ez meg? A kecsketej roppant egészséges, nyilván ez mindenhol le van írva tanulmányokba. Hipoallergén, sokkal kevesebb alfa-kazein tartalmaz, mint a tehéntej, ezáltal nem allergizál. Rákos betegeknek, kisbabáknak javasolják, márpedig nyilván, hogyha ilyen betegségekben is javasolják a kecsketejet, akkor biztosan, meg bizonyítottan van hatása. Nálunk is volt már, hogy kisbabások jöttek, kisbabás anyuka megkeresett, hogy szeretne kérni tejet a kicsijének, sőt már sajnos volt olyan is, hogy rákos beteg néninek adtunk tejet, mert egyszerűen nem volt étvágya, ezt viszont nagyon szívesen megette, meg megitta. Egyébként csontritkulásra, migrénes fejfájásra, felső légúti problémákra, rengeteg betegségre ajánlják a kecsketejet az orvosok. Végezetül, ha visszarepülnétek az időben, újra belekezdenétek? Természetesen, ez 1000%. Talán még egy picit előbb, csak hát nyilván erre a gondolatra azért meg kellett érnünk nekünk is, hogy teljesen új életmódot kezdjünk, mert azért ez egy tényleg egy életmódváltás lényegében ez a kecskézés, de aki azt mondja, hogy rossz ötlet, vagy szidja a kecskéket, ami nagyon gyakori, szóval én nagyon sok emberrel találkozok, hogy esetlegesen mondom, hogy mi kecskézünk, és akkor úristen, meg fú, de rossz, meg kimásznak, meg fölmásznak, ez nem igaz, szóval ez egy hülyeség. A kecskét jól kell tartani, szeretni kell, jól kell tartani, villanypásztorral el kell zárni, és akkor nem fog elszökni, nem fog elmenni, meg fölmászni, meg kárt tenni, meg semmit nem fog. Úgyhogy biztos, hogy újra kezdeném, és én nagyon örülök, hogy vannak nekünk. És te? Igen, de azért, mert cukik a kecskék, és mert finomak a sajtok. Kész vagy, gyerünk, kész. Láttad? A Városi Nyugdíjas Klub férfinapi rendezvényének műsorai tekinthetik meg a következőkben.
tisztelet hittanos fiú kórusa nevében. Itt az előbb egy ünnepi, úrnapi fanfárral szólaltunk meg. Tegnap az Úr napját ünnepelte a világ. Ma pedig itt kisteleken az utat jár. Eljöttek a fiatal urak, hogy a kicsit idősebb urakat köszöntsék, fogadják szeretettel műsorunkat, ha tudják a dalokat, nyugodtan énekeljenek. Thank you.
további jó mulatozást kívánunk az uraknak, és reméljük, hogy ez megadta az alaphangulatot. És megkérdezi Sisák Istvánné Erzsikét, mondja el a versét. Nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, a urakat külön, mert ez az ő napjuk. Egy Petőfi verset fogok elmondani. Szabadsághoz, írta Petőfi Sándor. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly soká vártunk rád epedve, annyi éjjel át, mint kísértet, bolyongott lelkünk a világba érted. Kerestünk mi égen, földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy az örök, a többi mind bálvány, mely leroskad egy ideig állván. S mégis, mégis szám kivetve voltál, mint gyilkos Kain bujdokoltál. Szent nevedet vitóra szögezték, érkezésedet hóhérok lesték, megszűnt végre hosszú bujdosásod, sírba esett, ki neked sírtásod. Bevezetünk, s uralkodás véget, elfoglalhatod a királyi széket. Te vagy a mi törvényes királyunk, trónusodnál ünnepelve állunk, körülötted millió-millió fákja, meggyújt szívünk lobogó lángja. Ó, tekints ránk, fölséges szabadság! Vesd rejánk egy éltető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, szaporodjon szemed sugarától. De szabadság, miért halvány az orcád? Szenvedéseid emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk meg eleget még érted? Vagy koronádat, a jövődet félted? Ne félj! Csak egy szót, s csak mozdítsd meg, csak emeld föl zászlód, s lesz sereged ezer és ezernyi, mely kész meghalni, vagy diadalt nyerni. S ha elesnénk egy szálig, mindannyian, feljövünk a sírból éjféltájba, győztes ellenségednek megint kell küzdeni kísértő lelkeinkkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen Erzsikének ezt a szép verset. Most Geráné Buknéci Marékát kérjen fel a verset. Kun Magdolna, volt egy ház az utca sarkon. Volt egy ház az utca sarkon, egy muskátlis kis ház, ahol áhítattal hallgattam anyám szép szavát. Ahol jó apámtól tanultam, hogy a tisztelettudás gazdagságban, szegénységben szeretetet áll. Volt egy ház az utca sarkon, egy kicsinke kis ház, ahol emberséget tanultam, egy emberöltőn át. Ahol tudtam azt, hogy jónak lenni nagyszerű dolog, mert azzal, hogy mások szívébe is örömet kapok. Volt egy ház az utca sarkon, valamikor régen, mikor még én is bízván hittem a tündéri mesékben, mert mindent olyan élhetőnek, egyszerűnek láttam, hisz volt, aki hazavárt abban a muskát és kis házban. Ma már csak szép emlék lett nékem az az utca sarki ház, ahol szeretteim karjai ölelhettek, sehol a jóságot, s ahol a jóságot és emberséget úgy tanultam meg, hogy a múltamra is tisztelettel emlékezhessek.
Az Ópusztaszeri Emlékparkban a Csongrád Csanád vármegyei civil szervezeteket díjazták. A Szegedi Néptánc Együttes előadásának második részét tekinthetik meg. És amit nem mondtam az előbb, hogy ahogy feltek az évek, 2008-ban új néptánc csoportunkra alakult a Hóvita, de visszatérek akkor ehhez a két képhez. Mind a két kép az Esztermás, az első csoportunkkal, a csoportunkról, a csoportunkat mutatja be, Berci bácsinkkal, és a második képen pedig Gombos András látható. Gombos András a Szeged Tánc Együttes jelenlegi vezetője, ő a mi csoportjaink szakmai vezetője, koreográfusa. Vele folytatjuk a munkát már 18 éve. Őnek köszönhető az, hogy Vesztertáncon belül a csoportjaink hogyan fejlődtek és hogyan működnek. És akkor következnek a társcsoportok, itt láthatják az Esztervágzon, hát ők felnőtt táncosok már, de fiatalabb a táncosok, tizedikes, a többiek már nagykorúak, és valamikor a Hóvita néptánccsoporttal együtt a néptánccsoportból lett az Esztervágz néptánccsoport, felnőttek is náluk az a rend, hogy mindenki akarjon esztervágzos lenni. Tehát kezdjük valahol, a valahonnak az apróka, a kezdőcsoportunk, ők majd kapnak egy nevet, névadó ünnepségük lesz, és maradjanak itt, amiben a családunkon belül, addig, amíg feltűnnek annyira, hogy esztervágzosok lehetnek. Itt az esztervágz néptánccsoportot láthatják. Nálunk fiatalabb csoport, a százszorzi néptánccsoport, a lárokvizet, a dobbaltó néptánccsoport és az apukák. Különböző korosztályú csoportok, a legkisebbek előkészítő elsősök, majd második, harmadik, negyedik osztálytól, hetedik osztályig, és így megyünk felfele 8-osról a 12-dik esetig, majd a felnőtt csoportok. Ők építjük a csoportjainkat, a csoportjaink életét. A pedagógusok javarészt azok, akik segítik a munkánkat, tanárok és tanítók, 6 pedagógus vagyunk az iskolának, ezzel foglalkozunk. Kisegy volt a táncosunk, aki az elejé oktatás vállalta fel. Tánctáborokat tartunk minden évben, hiszen a munkát úgy épül fel, hogy nyáron kezdjük az évadot, tánctáboroknak ezen a nyáron is minden csoportunk számára tánctábor szervezünk. Én gondolom, hogy a képek tudásról beszélnek, nagyon sok színű néprajzi ismereteket tanítunk, a fellépésekre készülünk, tehát lepőképből a tánclépéseket tanulunk, de a fiúk akár kézműveskednek is, a lányok is ugyanúgy. Gyönyörű közösségérmény. Általában a nap 24 órából áll a táborokban, és minden óra pontosan meg van szervezve. Napi 6 órát táncolnak a gyermekek a táborokban, és azon túl meg kézműves foglalkozások, néprajzi ismeretekkel vesznek részt, és természetesen a sok közösségi játék az, amely erősíti a közösséget. A nagyokkal egyik siker történetünk az, amikor a Duna Művészet Üttessel és a Szeged Tánc Együttessel közösen Temesváron és Szegeden Szerelmi Palotaszek produkcióval táncolhattunk. Számunkra ez egy olyan esemény és egy olyan élmény volt, amely meghatározta minden táncosunk, felépő táncosunk a életét. Óriási munka volt benne, de óriási volt a sikerélmény, amikor megélhették a táncosok azt, hogy profi táncosokkal együtt táncolhatnak a színpadon. Egy másik a sikertörténetünk az, hogy bejutottunk az Erdélyi Néptánc Antológiára, már tudni kell azt, hogy minden antológiának az első része az, hogy oda kemény versennyel lehet csak bejutni. Hál'
arra gondoltam, hogy a gyermekek is olyan pillanatképek azok, amelyek a legtöbbet tudnak mondani arról, hogy a mi egyesületünkben jó lenni. Reméljük, hogy minden gyermekünk ezt érzi, és a gyermekeken túl úgy érezzük, hogy a szülői közösség is ezt érzi, hogy bízhatnak bennünk, mert azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy először a szülő legyen meggyőződve afelől, hogy az a hely, ahol a gyermeket időt tölt, minőségi időt tölthet, és biztonságban van. Ha egy kicsit tovább tekintek a gyermekek világán, akkor mondhatom azt, hogy a felnőttek szintjén ez a közreműködés a civilek között is óriási összefogást igényel. Összefogtak a helyi szervezetek, a települések közötti szervezetek, tanácsosztók. Teljesen van a civil szervezet, amely összefogja ezeket a működő szervezeteket, és nagyon sokszor támogatnak minket. Úgyhogy óriási összefogásra, civil összefogásra van szükség ahhoz, hogy működjön egy ilyen szép a történet. Határon átívelő szakmai kapcsolatok születtek. Közösségépítő tevékenységeket terveztünk. Meg szeretném említeni, hogy nagyon nagy segítségünkre volt kezdetben a Röszke Település Önkormányzathoz, hiszen ők biztosították a Szegedről jövő nagyszámú oktatók csapatának az utaztatását. És ez is számunkra nagyon fontos volt, hogy láttuk azt, hogy másnak is fontos az a munka, amit mi Temes megyében végzünk. A mi mottónk Kodály Zoltánnak a szavai, kultúrája lehetőkön. Az előző kultúrája egy-kettőre elpárolunk a minden nemzeti újra meg újra megeszerzi magára. Mi ebben nagyon hiszünk. Itt van a 151 gyermekünk, most hogy nem ajánlom, hogy megszámolják, de valóban nem tudom, hogy 151 ezen a darabban nem voltak, de 151 gyermekünk van az a csoportban, és ha tovább gondoljuk, akkor az nagyon sok család, nagyon sok felnőtt, nagyon sok civil, aki támogatja a munkánkat, és úgy érezzük, hogy ez a mi erősségünk. Hiszük azt, hogy a népi kultúrának megtartó ereje van is. És az, amit 23 évvel ezelőtt, mint hiány tapasztaltunk, úgy érezzük, hogy most az most megvan. És sok munka kellett hozzá, összefogás, de a népi kultúrának ez is egy nagyon-nagyon nagy erőssége, hogy ezt megteremtjük. Köszönöm nagyon szépen a figyelmet! BMW Klub találkozót és drift napot tartottak Kisteleken. Karaszt Róbertet kérdeztük a rendezvényről.
tart meg itt a mai napon Kisteleken, ezzel kapcsolatban kérdezzük a szervezet. Köszöntelek, kicsit beszéljünk is erről, hogyan is jött ez az ötlet lehetőség, hogy itt Kisteleken tartsátok. Üdvözlöm a kedves nézőket! Igen, igen, nagy örömünkre szolgál, hogy már második alkalommal tudunk itt a Kistelek melletti úgymond keverőtelepen kicsit jótékonykodni, illetve autózni. Ugye itt három dologból áll össze a mai nap. BMW találkozót szerveztünk a márkatársainknak, ami országos jellegű, valamint ugye egy drift bemutatóval összekapcsolt drift napot, illetve mindezek mellett mindig szoktunk a rendezvényeink során karitatív célokat kitűzni, és most a szegedi gyermekszívek gyógyulásáért alapítványnak gyűjtünk, tehát belépő helyet mindenki adományozik, meg úgymond a pilóták is felajánlottak nagyon sok mindent, úgyhogy most a gyerekeknek, a szívbeteg gyerekeknek gyűjtünk mindezek mellett, hogy itt jól érzi magát ma mindenki. Mondtad, hogy ez egy ilyen országos találkozó is, mit lehet tudni, honnan érkeztek, és egyébként Kistelekről mennyien jöttek? Igen, Kistelektől elkezdve Szeged, Békéscsaba, Kecskemét, Dunaföldvár, nagyon sok felől jönnek márkatársak, akik így jelezték, és hát próbáljuk bővíteni a lehetőségeinket. Most ugye másodjára vagyunk itt, de úgy néz ki, hogy a jövő évtől már civil szervezeti formába fogjuk tudni itt szervezni a programokat, és akkor valószínűleg egy nagyobb volumenű rendezvényt tudunk, ami több napos esetleg, azt fogjuk tudni itt abszolválni, úgyhogy szerintem jó dolgokat tűztünk ki most is célul. Arról mit lehet tudni, hogy hány kocsival érkeztek, ilyesmi? A drift csapatok 20 autóval érkeztek, tehát 20 drift autó jött. Egyébként a márkatársaink, tehát a BMW találkozóra nagyon sokan úton vannak már, mivel ugye most kezdtünk, tehát most kezdésre jöttetek ide 10 óra környékére, délutánra nagyon sokan várhatóak lesznek, úgyhogy remélem, hogy ti is maradtok egy kicsit vágóképezni majd, hogy mennyien leszünk. Biztos vagyok benne, hogy több százan leszünk itt lent, úgyhogy próbálunk itt összehozni minél jobb bulit. Amit mondtál az elején is, hogy mindig gyűjtötök valakinek, mindig egyébként más, vagy ez hogy van nálatok? Igen, igen, mindig próbálunk egy olyan alapítványt, vagy egy olyan családot, gyermeket kiválasztani, aki rászoruló. Az elmúlt versenyen, vagyis rendezvényen a koraszülött mentőknek, a szegedi koraszülött mentőknek gyűjtöttünk, ott is egy közel 350 ezer forintos összeget gyűjtöttünk össze, úgyhogy büszke vagyok nagyon azokra az emberekre, akik adakoztak nekünk, illetve ugye a koraszülötteknek, most is valami ilyesmire számítunk, de egyébként én, mint régmúltú rendezvényszervező, nekünk mindig voltak kiválasztott gyerekek, családok, stb., akiket támogattunk, úgyhogy ezt én mindig a szívemen viseltem.